Elsőként Horváthy Attila, a Győri-et OFC klubmenedzsere köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd az Eto egykori bajnokcsapatának játékosa, később elnöke, ma a baráti kör társelnöke Szániel János méltatta a 108 éves klub legendáit. Közülük ma már sajnos sokan nem lehetnek itt. Fontos, hogy az ő emléküket méltóképpen megőrizzék az utódok, hangzott el a táblaavatón. A város részéről Fekete Dávid alpolgármester beszélt. Büszkék lehetnek a győriek az Etóra, és ebben fontos szerepet játszottak a nagy elődök is, mondta. Majd hozzátette, akik már nincsenek közöttünk, remélhetőleg büszkén tekintenek le az égből azokra, akik ma dolgoznak nap mint nap az Etó sikereiért. Aki nem ismeri a múltat, az nem értheti és értékelheti a jelent, és nem érdemli még a jövőt sem. Ezt már Tarsoly Csaba elnök mondta. Aki beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik valaha az Etó sikereért tettek, és mint mondta, fontos, hogy életükben is megbecsüljék a legendákat. Az emléktáblát Palotai Károly, a 63-as, és Magyar Lajos, a 82-es bajnokcsapat kapitánya, valamint az utánpótlás Európa-bajnok Pénzes Mihály leplezte le. Elődeink emlékére, akik labdarúgóként, vezetőként, edzőként, támogatóként, szurkolóként sokat tettek az Etó sikereiért, olvasható a táblán jelezve, hogy az Etó család csak így teljes. Az avató résztvevői ezután stílusosan 11 gyertyát gyújtottak tiszteletük jeléül.